Múlt héten megtudtuk, hogy honfoglaló bajnokság várható. Nézzük, történtek-e fejlemények azóta. A bajnokság időpontja kitűzésre került. Szombat este 19 órakor kezdődik. Ha ti is velünk tartanátok, akkor ne felejtsetek el jelentkezni. Jelentkezéshez lépjetek be a honfoglaló.hu-ra, vagy indítsátok el a mobil alkalmazást. A bajnokság 6 körből fog állni, legalábbis a legjobbak számára. Minden csat a villámháborús szabályok szerint zajlik majd. Mindenki 3 zászlóval vág neki a csatának. Egy harmadik helyezés 2 zászló elvesztését, egy második helyezés pedig 1 zászló elvesztését jelenti. Ha valaki elveszti mindhárom zászlóját, akkor számára véget ér a csata. Szóval vigyázzatok a zászlóitokra, és a bajnokság végén ne felejtsétek el begyűjteni a nyereményeiteket. Hajrá, sziasztok! A honfoglaló szövetség a szezon közepéhez érkezett. Ránéztünk az eddig elért eredményekre, ranglistára. A szövetségben a napi csaták mellett a szezon ranglista az, ahol összemérhetitek tudásatokat a többi játékossal. Egy szezon 6 hétig tart. A eredménytől függően a szezon végén akár több százezer aranyértékű ládát is nyithattok. Jelen pillanatban már a ranglista vezetője elérte a legmagasabb rangot és ezzel a legmagasabb ládát. Megszakítjuk adásunkat! Most kaptuk a hírt, hogy a DHX csapata hosszú órák óta küzd egyik kollégájukért, aki a videók vágását magára vállalva éjt-nappallá téve dolgozott a műsorokon. Félő, hogy ő lesz a sötétség elleni csata első áldozata? Amint újabb információkat kapunk, megosztjuk azokat! Most pedig folytatjuk híreinket. Előző héten a Sötét Nagyúr kegyetlen akaratát Gundel Takács Gábor közvetítette. Lássuk, hogyan vezette harcba Timit és Norbit. Milyen fagyi fogyott el Bud Spencer szerint az És megint dübe jövünk című filmben? Ez tuti jó. Igen, és ez egy klasszikus jelenet, amikor hát a Bud Spencert egy kicsit kihozzák a sodrából. Igen. Melyik sportoló beceneve volt Pancho? És vajon melyiküknek lehetett köze spanyol nyelvterülethez? Puskásnak mondjuk. Nem baj, innen lesz szép visszajönni, és utána legyőzni a sötét. Az első gondolata jó. Igen, igen. Lehet, hogy a sportban nem vagyunk képbe, de Timi azért... Miben világbajnok? Akrobatikus rakendról világbajnok Isten. Vagyok. Mondanám, hogy földobunk és pörög, de itt olyan alacsonyan van a mennyezet, hogy ezt most nem tesszük meg. Híres egyperces rovatunk következik. Vajon Kovács Áronnak mi jut eszébe a honfoglalóról? Sziasztok, én az Áron vagyok, és a honfoglaló szót meghallom, akkor nekem nem a játék jut eszembe elsősorban, hanem az, aki ezt a játékot létrehozta, mert én ismerem őt 20 évvel ezelőttről, amikor a kollégiumban megálmodta ezt az egészet, és azon dolgozott, hogy ebből az ötletből valami szülessen, amíg mi kint tivornyáztunk, bulisztunk, koncerteztünk és ilyenek. És hát 20 év múlva prime time televíziós műsor lett belőle, és a legnagyobb internetes siker. Úgyhogy nekem a honfoglaló igazából a játék mellett a kitartást, a kreativitást, az akaratot, a lendületet és a szent hitet jelenti abban, hogy ami jó, azt érdemes csinálni. Köszi. Ahogy Áron is említette, mi régi jó barátok vagyunk, ezer éve ismerjük egymást. A következő Sötét Nagyúr szerepében ő fog feltűnni majd, és szerintem ez a szerep tökéletesen illik hozzá, a való életben is teljesen őrült. Itt az adásban is mindent be fog vetni, ha kell, fenyeget, alkudozik, könyörög, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég ez a szövetségesek ellen. Híradónk végén sporthíreink következnek. A héten is izgalmas csaták zajlottak a honfoglalón. Pár óra is lezárulnak az elmúlt hét nap liga csatái. Az előző heti nyerteseinknek gratulálunk! A klánok közötti verseny hétfő este ért véget. A legjobb klánok neveit most láthatjátok. Szerdánként a Facebook oldalunkon is mindig megmutatjuk a legjobb 5 játékos eredményét. Még pár óráig tart az eheti küzdelem. Hajrá! Mindent bele! Ezek voltak a honfoglaló aréna hírei. Jövő héten újabb érdekességekkel térünk vissza. A héten még tartsatok velünk, mert egy újabb izgalmas csatával és egy újabb műsorvezetővel térünk vissza. A Sötét Nagyúr sötétebb, mint valaha. DJ-k vagyunk, Székesfehérváron érkeztünk. Csak ezért? Hülyék vagy? Csajozni jöttünk amúgy. Ja, úgy jó. Uaj, de ez az én napom lesz. Úgy érzem. De ez izgalmas, ez teljesen. Hát izgalmas volt, mert már majdnem megvolt. Hát, mint ez a csaj, ami... Ja, tegnap. Igen. Tudom, tesó, az a baj. De szerintem a Gordon számára.
Nem tudom, hogy még jó barátokbai részben is volt, és ott is volt szóval. Jó, akkor te nyomd azt. Jó, más. Szerintem most fogunk beégni nagyon. Mert egyik se tudod. Hát igen. Olyan borzalmas ez a világ. Annyira bizalmatlanok az emberek, hogy most már csak a barátokat lehet átvenni. Ha még nem iratkoztatok fel a csatornánkra, akkor most tegyétek meg, és kapcsoljátok be az értesítést is, hogy ne maradjatok le az adásról. És ha van kedvetek, akkor küldjetek nekünk kis videót arról, hogy mi jut eszetekbe, ha meghalljátok a honfoglaló szót. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!